Nagy Kata vagyok, beszeretném nektek mutatni az Eza és Anna új történeteit. A kötet öt történetet tartalmaz. Először volt egy jelzáró fesztivál. Anna és Krisztóf bébi lettek. Utána összebarátkoztak egy kis részarvassal. Én azt a részt ajánlom, amelyik a Tengerenát című rész tartalmazza. És melyik tetszett nekem a legjobban? Amikor Olaf jól érezte magát a nyári napsütésben. Melyik korosztálynak alá ajánlom? 8, 9, 10, akár még a 7-6 korosztálynak is ajánlom. Köszönöm.